tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok, ez itt a Subgenre, a Skifi Könyves Podcast 8. októberi, ismételten vágatlan adása itt a Parallaxison. A mikrofonnál Ivanics Rieger Klaudia szokás szerint. Az e-havi adás témáját én már előre beharangoztam nektek az előző szeptemberi adásunkban, már legalábbis a témát nem csak a meghívott vendégünknek, de akkor gyorsan mondom a témát is. Andy Weir Artemis című regénye lesz most az e-havi témánk, a regény aktualitása pedig nem más, mint a NASA által sokat húzott, halasztott, ugye azonos nevű Artemis program. Meghívott vendégem pedig akkor nem más, mint Ordasi András. Szia! Sziasztok! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök! Szia, szia, szia! Na, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki vagy, mi vagy. A Scientist, na, kapásból elrontottam, tehát Scientist, csillagász, brand és YouTube csatorna alapítója, kreatív igazgatója is, Imagineer, tessék, és megint elrontottam, nem baj. Na, és ez pontosan hogyan kell mondani, úgyhogy ne aggódjál. Jó, szuper. Na, kezdjük ezzel a Scientist-tel, ugye szándékosan nem azt mondtam, hogy Scientist, mert ez a Sky, ugye az ég szó, és a Scientist, mint tudós szavaknak a ott, igen, köszönöm, keverékéből áll, illetve ez a csillagász brand, ez meg a, hát úgy lehetne a legjobban mondani, mint a Netflix and Chill, tehát C-H-I-L-L, így van írva, és csillagász. Na most ezt jól megmagyaráztam, szépen. Akkor légy szíves, ezt fejtsd ki, hogy ez honnan jött neked. Nagyon szépen köszönöm, hogy az összes kínos szójátékrészt azt helyettem elmondtad, mert én is pont ugyanígy az összessel el szoktam díbelődni. Szóval igazából ez az egész valahogy 5 évvel ezelőtt kezdődött. Én a csillagászként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, utána doktorandusz is voltam, azt még nem fejeztem be. Elég régóta nem fejeztem be, ez már egy nagyon régóta magára várató dolog, mert közben sokkal inkább a tudománykommunikáció irányába indultam el. Elvégeztem egy tudománykommunikációs képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és körülbelül akkor tájt több különböző tudománykommunikációs versenyen vettem részt, azoknak a döntőjébe jutottam, és akkor ott ilyen mindenféle nagyon jó kis tréningeken gyűjtöttem a tapasztalatokat. És hát neki is estem rögtön az elsőnél, hogy akkor kell egy YouTube csatorna, ez még bőven a pandémia előtt volt, és hát különböző tartalmakban gondolkoztam. Az eredeti alapkoncepció az az volt, hogy popkultúrát vegyítve próbálni a természettudományt könnyebben, jobban eladni, és akkor erre mindenféle ilyen Imagineer ötletek kell, gondoltam, neki esni. Mert hogy ténylegesen nem a szokásos klasszikus nézzünk távcsőbe, tartsunk előadást, lézeres csillagkép túra vonalon gondolkozok, hanem én sokkal inkább szeretnék mindenféle ettől eltérő és absztraktabb vonalakon mozogni. Egyelőre még nem sok minden sikerült, most pont nincs itt nálam, de egy Astro Quiz Night nevű ilyen kocsmakvíz jelleget öltő dolgot már elkezdtem, annak már volt 10 néhány alkalma is erre-arra országszerte. De alapvetően az is még várat magára, hogy az egy ilyen rutinszerűen, akár mondjuk ilyen hónapról hónapra jövő alkalom legyen, de a lényeg az, hogy olyasmi formákba próbálom beleönteni a csillagászati űrkutatási ismeretterjesztést, ami nem szokványos. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen új dolgokat talál ki az ember, hanem néha azt is jelenti, hogy mondjuk van egy olyan dolog, mint egy kocsmakvíz, amit egyszerűen föl lehet használni arra, hogy az ember természettudományos ismeretet terjesszen. Mert azokat a kérdéseket teszi föl, olyan témába vágó kérdéseket tesz föl, és akkor már is ott vagyunk, hogy ezzel az ember nem csak szórakozott, nem csak ismeretet, hanem ismeretet is terjesztett. Meg egy kicsit egy olyan közösségformáló is a dolog, mert ugye csapatok jönnek, meg
Általában jellemzően ilyen eseményeken megjelennek a szakemberek is, és velük lehet akkor ott mindenféle kapcsolatépítést is csinálni. Úgyhogy ilyesmikbe gondolkozok. Na hát főleg. Ez nagyon jó, ugye, tehát ismerjük már egymást, ugye teljesen jól belepasszolnál a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a profiljába, mert hogy ugye mi is nem hagyományos csillagászati abszolút leborulok előttetek. Ismeretterjesztéssel foglalkozunk, viszont két dolog, ez a ilyen van, hogy tudomány, kommunikációs képzés, én erről nem tudtam. Ilyen volt. Volt, ez, most már. Ez egy csúnya szégyen foltja a magyar felsőoktatásnak. Egy relatíve picike, mert eleve soha nem volt egy nagy szak, de szerintem egy rendkívül fontos szakja volt, hogy ténylegesen ugye az ember az egyetemeken, tudományegyetemeken kutatókat képez, viszont a kutatás mellett azok a fajta, nem tudom másként nevezni, bölcsész skill-ek, ténylegesen az, hogy az ember jól tud beszélni, hogy gyorsan és tömören tudja megfogalmazni a mondani valóját, hogy minden egyes környezetben tudja, hogy mi a megfelelő formája annak, és hogyan éri el a legjobban a célját, hogy az információ átmenjen. Ez egy külön szakma, és ezt érdemes tanulni, és alaposabban belemenni, hogy videózni hogy kell, hogy podcastelni hogy kell, hogy cikket írni hogy kell, és hogy külön, mikor, milyen információval, melyik fórumokat érdemes a legjobban bombázni. Na hát ilyeneket tanultunk mi az alatt a képzés alatt. Sajnos ilyen most már nincs, viszont a Corvinuson, ha jól tudom, akkor még működik egy tudománykommunikációs tanszék, kutatócsoport, valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, hogy milyen formában per pillanat, de régebben még ott szerették volna újjáéleszteni ezt a képzést, azóta nem hallottam, hogy ez sikerült volna. Nyilván ennek nincs túl nagy felvétele, pedig kéne, mert egyébként a kutatók jellemzően Nem mondom, hogy jellemzően, de senki nem készíti őket föl arra, hogy igenis az, hogy az ember izgalmasan beszél arról, amit csinál, az annak vannak trükkei, praktikái, amiket érdemes elsajátítani. Ezt én is sajnos már tapasztaltam, hogy jön a kutató, és nem tud úgy előadni. Most nyilván szegény nem tehet róla, mert tényleg ez egy skill, ez egy képesség, de ezt lehet tanulni. Tehát én ugye mivel tanár vagyok, tehát ugye tanárképzésen is van ilyesmi nyilván, hogy azt hogyan kell a tanítást tanulni, ugye? Tehát ez én is valami hasonlót tudok elképzelni. Na, még beszéljünk erről, mert egyedül ezt nem veséztük ki, ezt az Imagineer-t, ugye az Imagine és az Engineer, tehát az Imagine, ugye ez a, hogy is van magyarul, elképzelni, képzelet, igen, meg igen. Ugye az engineer, mint mérnöknek a két szintén egy ilyen szó összetétel, amit megint csak nem használunk magyarul, ám de Amerikában meg igen? Igen, egészen konkrétan én ezt a fogalmat egyszer egy, azt hiszem valahogyan oda keveredtem egy Disneyland honlapjára, és ott az ott dolgozók, névsorában láttam ilyen foglalkoztatottat, hogy Imagineer. Egy Disneylandi főigazgatóságnak a sorain belül, mint hogyha lett volna ilyesmi, de abszolút, tehát hogy ez ténylegesen valami ilyen kicsit mondva csinált, de valójában ténylegesen az a fajta, én úgy képzelem el ezt, valószínűleg ez egy nem létező dolog, de én úgy képzelem el ezt, hogy ez az, amikor az ember kitalál vadi új dolgokat, és azokat megpróbálja valamilyen létező rendszerrel fölépíteni. Ami egy kicsit mérnök, de nem feltétlenül abban az értelemben mérnök, hogy ténylegesen akkor a projekt kivitelezéséig végigviszi, hanem adott esetben mondjuk ténylegesen, mint ahogy például a Scientist/csillagász szeretné csinálni, leteszteli, kiteszteli, megnézi, hogy működik-e, és aztán utána ráhagyja a társadalomra, hogy igen, tetszett ez? Hát akkor csináljátok, próbáljátok meg csiszolni, élesíteni, finomítani, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen. Okay, köszi szépen. Na még azt mondd el nekem, ugye van ez a klasszikus kérdés, tudod, amíg gyerekként megkérdezik tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel, aztán felnőttként meg azt kérdezik meg, hogy akkor miért lettél ez? És úgy akkor következzen az, hogy miért vagy hogyan lettél csillagász, tehát mi indított téged erre? Ez a körülbelül 80%-tól eltérő másik 20% történet lesz. Az jó! Természetesen gyerekként apukám rengeteg csillagásztáborba vitt, nagyon megfogott, hogy sokáig fönt lehetett maradni, a csillagos végbolt látványa, a szokásos, de
Én matek tagozatra jártam középiskolába, meg gyerekként is iszonyatosan imádtam itt számokkal babrálni. Aztán középiskolában rá kellett jönnöm, hogy számokkal sokkal komolyabban is lehet babrálni, mint ahogy én tudok, és hogy én annyira nem csinálom jól, ez csak úgy zsigerből, de aztán úgy egész jól beleszoktam. Viszont amikor jött a pályaválasztás, akkor történt meg ez a bizonyos kritikus dolog, hogy az ember így szépen rá kell bökjön abban a nagy kék könyvbe valamire. És ott a különböző ilyen pénzügy meg közgazdás szakokat néztem elsőnek, mert nyilván az ember valami olyat szeretne csinálni a szakmájával, amivel pénzt lehet keresni. Nekem azt mondták, hogy matek tanárként nem lehet pénzt keresni. Nem mondanék semmi konkrétumot erre az állításra, hogy ez mennyire igaz vagy nem, mert az politikai lenne. De végül is nem ezt választottam, hanem közgazdász pénzügyi szakokat, és mivel elég egyértelmű volt akkor, hogy nagyon necces, vagy leginkább teljesen esélytelen, hogy ilyenekre bejussak, ezért jelöltem meg egy ilyen biztos negyedik pontot, hogy jó, hát ha semmi, hát akkor elmegyünk egyetemre, és még egy-két évet gondolkozunk rajta, hogy mi szeretnék lenni, és ez volt a csillagászat. És aztán utána rájöttem, hogy azt a dejút választottam. Úristen, de eltaláltam azt, hogy mit szeretnék csinálni. Na hát szuper, ugye, és különben nem is lennél itt valószínűleg. Skifikkel, ugye ha már egy Skifi könyves podcast, akkor még annyiról beszéljünk, hogy ugye ha már az előbb beszéltünk arról, hogy a sokszor az ilyen tudomány kommunikálóknak, vagy akár ugye csillagászoknak, amatőr csillagászoknak, sokszor azt látom, hogy pont, hogy a Skifi az nekik egy ilyen nagyon hát marginális dolog. Te ehhez láttad, nyilván máshogy viszonyulsz. És nem akarom azt mondani, hogy ez most már a fiatalabb generáció, de tényleg azt látom, hogy sok esetben pont, hogy inkább az idősebbek azok, akik annyira nem olvasnak skifit, bár azért a fiatalok között is akad jó pár. Itt be kell vallanom őszintén, hogy én nem az olvasott skifinek vagyok a nagy rajongó. Szeretek olvasni is jó skifit, de azt relatíve ritkábban teszem, mint nézek valamilyen audiovizuális, tehát filmes formában. De úgy összességében véve én konkrétan a saját környezetemben csak skifi rajongó kutatókkal találkoztam. Vagy jól válogatom meg az ismerőseimet, és ez egy ilyen alapbájesz, vagy csak a puszta véletlen, de én pont fordítva tapasztaltam. Tehát, hogy nem igazán tudok olyat, aki definit módon elzárkózna a science fiction irodalom elől, már csak szerintem azért sem, mert nagyon én is ezt gondolom, hiszen vallom, hogy egy jó science fiction az ténylegesen ötleteket adhat arra, hogy a tudomány hogyan lépjen előre, és azokat a kérdéseket boncolgatja, és megpróbálja új perspektívákba állítani, amiket ténylegesen az ember szeretne megoldani, azokat a problémákat. Na hát valószínűleg akkor te kerültél jó környezetbe, mert én meg pont, hogy azt látom, hogy vagy azt tapasztaltam, hogy nem annyira szeretnek skifit olvasni. Na és akkor végre beszéljünk, még mindig nem a regényről, hanem akkor mutassuk be a NASA-nak azt az Artemis küldetését, ugye a kedves nézőknek. Egyáltalán mi ez? Kezdjük ezzel. Hát ugye az Artemis program az Apollo program mintájára, ugye holdistenségek mindketten, ténylegesen ez a NASA-nak, az amerikai nemzeti űrügynökségnek az űrutazási programja, amiben majd embereket szeretne még ebben az évtizedben a holdra juttatni. Pontosan mikor? Hát nagyjából olyan 2025-26 környékén lebeg most a kitűzött céldátum. Meglátjuk. Általában teljesen természetes és tipikus, hogy egy űrküldetés, egy misszió, az hónapokat, éveket csúszik, hogyha épp egy olyanja van. Lásd James Webb űrtávcső, így nem kell messzire mutogatni. De hogy ez az Artemis, ez miért olyan fontos? Hát ugye az Apollo program a 60-as, 70-es évek hidegháborús űrversenyében próbálta meg az amerikaiak javára eldönteni a mérleg nyelvét, mint technológia demonstráció, hogy na most akkor kinek a nagyobb a rakétája. Most így az Artemis ennek mentén egy kicsit hasonlónak érzem én, ez teljesen szubjektív, ilyen nem láttam kifejezetten ezt így kimondva, de úgy érződik, meg úgy általános is, hogy amikor nagyobb a politikai feszültség, akkor minden hatalom a technológiai demonstrációkat, ténylegesen azt, hogy megmutatni, hogy
ki éppen hogyan áll, és ki mennyire fejlett, azt mindig csúcsra járatja. És hát itt van például ez a szerencsétlen kis Space Launch System rakéta, amivel majd meg fognak valósulni az űrutazások. Ennek az első tesztrepülése, ha minden jól megy, akkor a felvételhez képest pár nappal később, de remélhetőleg már a leadáshoz képest pár nappal korábban meg fog történni, mármint az indulás. Nagyon sokat fejlesztettek rajta, ezt is most már évekkel ezelőtt kellett volna elindítani. Talán a Space Junkie csatornán hallottam a kifejezést rá. Nagyon, nagyon szemléletesen ők sokszor viccelődtek vele, hogy ez a sose lesz semmi rakéta, mert annyira sokat csúszott. De alapvetően tényleg most már itt vagyunk a kanyarban, már ott van az indítóálláson, és csak arra vár, hogy megkapja a zöld jelzést. Mondjuk erre várt már augusztus végén is, meg szeptember elején is, aztán ugye elmúlt az ablak, ugye az indítási ablak, amiben elindulhatott volna, de nagyon remélhetőleg most már az összes ilyen folyadéktartás szivárgások voltak, ha jól emlékszem, a problémák, és hogy ezt mind ott megoldották, és talán majd most akkor szeptember vége fele valahogy per pillanat talán szeptember vége fele. Itt mondjuk el akkor a kedves nézőknek, hogy ugye ez a felvétel, ez szeptember 24-én készült, a kilövés dátuma a szeptember 27-e, javítsák, igen, azt mondtam. Per pillanat, én itt a Wikipédia oldalon, amit ezt a Wikipédia oldalt legalábbis elég sűrűn szokták frissítgetni, itt én szeptember 27-ét látok. Jó, magyar idő szerint valamikor késő délután. Oké, szóval szeptember 27-e a jelenlegi launch date. Tehát mire ez az adás, adásba kerül, addigra, hát akkor most vagy csúnya szóval élve fellőtték, nyilván felbocsájtották, tehát vagy felbocsájtották, vagy nem, tehát ezt most mi itt jelenleg nem tudjuk, és hát reménykedünk benne, hogy akkor már mire adásba kerülünk, addigra már ez elindult, minek után tényleg ennyire sokat késett. Mennyire voltak, ugye itt említettél technikai problémákat, viszont muszáj reflektálni ugye a jelenlegi politikai helyzetre. Mennyire befolyásolta a jelenlegi politikai helyzet, tehát az orosz-ukrán háború, illetve maguknak az oroszoknak ugye a bannolása ezt az egész küldetést? Hát ha bármit is csinált vele, szerintem abszolút nem vagyok ilyen űrpolitikus, aki ebbe belelátna mélyebben, de egy random kis logikai utat követve, hogyha van egy együttműködőm, aki kiugrik, és látszik, hogy a támogatása mondjuk a nemzetközi űrállomásnak, ahol per pillanat az űrtevékenység java folyik, az emberes űrtevékenység java folyik, és tudjuk jól, hogy azt például orosz támogatás nélkül nagyon nehéz lesz, vagy leginkább kvázi lehetetlen lesz fönntartani, meg egyébként is most már lassan ugye lejár a szavatosság ideje a nemzetközi űrállomásnak, akkor célszerű a következő küldetéseinket meggyorsítani, hogy na akkor haladjon az a dolog, és legyen kész, amilyen hamar csak tud. És hát ugye például a tudományos küldetéseknek egy jó részét, azt eleve úgy is képzelték el, hogy mivel maga ez az egész holdra szállós küldetés, ez sok szempontból nagyon más, mint az Apollo küldetésnél volt, éppen ezért ilyenre is lehetőség lesz. Mert, és akkor itt fejteném ki, hogy körülbelül mi az, amit nagy vonalabban érdemes tudni az Artemis küldetésről, meg a későbbi, az ezzel történő későbbi holdra szállásról, hogy más a koncepció. Itt, ha minden jól megy, akkor lesz majd egy hold körülkeringő űrállomás, ez a Lunar Gateway, valami ilyesminek fogják hívni, de persze ez még akár változhat is. És ennek a bizonyos űrállomásnak a fedélzetéről lehet majd leszállni. Hát ez az, amit elvileg Elon Musknak a Starship-ével terveznek megtenni. Az is ugye még készülőben van, és az se áll rendelkezésre per pillanat abban a formában. Hold körül keringő űrállomás még egyáltalán nincsen, de ezt szeretnék elérni. És ugye nagyon sok minden szempontból jó az, hogy egy hold körüli űrállomásunk van, mert egyrészt azon magán is lehet emberes űrküldetést végrehajtani, tehát ott ugyanúgy, mint ahogy most a nemzetközi űrállomáson lehet majd kísérleteket végezni, de ami miatt még nagyon jó egy ilyen űrállomás, hogy amikor leszáll az ember a holdra, akkor ugye az Apollo programban a rakétával konkrétan az egyenlítő környékét lehetett csak megcélozni. Mivel viszont ez a bizonyos űrállomás, ez ilyen közelpoláris pályán fog keringeni, ha jól tudom,
Ezért tulajdonképpen kvázi akárhova le lehet majd szállni a hold felszínére, akár a túloldalára is, ugye nem sötét oldalára, itt szeretném a nagyon klasszikus félre hangzó gondolatot elhessegetni, mert a holdnak mindig van sötét oldala, csak az mindig más, ahogyan szépen fordul elfele. Viszont a holdnak van egy túloldala, amit ugye az úgynevezett kötött keringés miatt nem láthatunk, mivel hogy ugye a hold pont ugyanannyi idő alatt fordul meg a tengelye körül, mint amennyi idő alatt megkerüli a Földet, és ezért mindig ugyanazt az arcát látjuk nagyjából. Viszont így, hogy van egy űrállomás, ami egy reli állomásként tud üzemelni, így nyugodt szívvel leszállhatunk a túloldalra is, és onnan is tudjuk tartani majd a Földdel a kommunikációt, és nagyon izgalmas dolgokra derülhet majd akkor fény, ha éppen oda szeretnénk leszállni, és az ottani talajmintákat szeretnénk megvizsgálni, vagy hogy miért sokkal kráteresebb, ez elég egyértelműnek tűnik, hogy hát a Föld ugye a becsapódó meteorok egy részétől megóvja az innenső oldalt, a túloldalról viszont ugye nincs ott semmi, ami megóvna. De hogy nagyon érdekes dolgok vannak készülőben, és aztán persze ugye a holdra szállásnak majd lesz egy olyan távlati olvasata is, hogy nem csak le akarunk szállni, de ott szeretnénk kialakítani valamilyen bázist, és ez a bázis lehet majd egy későbbi ugródeszka, meg ugye a hold körüli űrállomás a későbbi Mars utazásokhoz. Úgyhogy valami ilyesmit kell az Artemis program keretében elképzelni. Nem biztos, hogy pont itt van a határa, de nagyjából ez. Jó, oké, köszönjük szépen. Na, akkor viszont beszéljünk a regényről, és mindjárt arra kérlek, hogy mutasd is meg a regényt a kamerának, nagyon jó. Ugye mi itt előzetesen már beszéltünk, mielőtt a felvétel elkezdődött, és azt mondtad, hogy van egy problémád a borítóval. Ezt légy szíves, fejtsd ki nekem. Nem egy problémám van a borítóval, több akkor problémám több. Is a borítóval. Ugye az Artemis című második regénye Andy Weirnek, ugye ő alkotta meg a Marsit, a Matt Damon által megfőszerepelt Marsi című filmnek a könyvverzióját. A magyarul az valami borzalma, na, annak meg a címet, jó, mert ne is mondd ki, nincs műfordítás nincs, Magyarországon. Nincs. Vagy ha van, az nagyon elbújik a köztudat elől. Szóval a Marsi utáni volt a második regény az Artemis, és amiről ma itt nem lesz szó, de arról is egyébként lehetne beszélni legalább ugyanennyit, ez a Hail Mary küldetés, mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasta akármelyiket a három közül. Az Artemis ezek közül a második volt, és az első holdi városon történő zajló eseményekről szóló regény, ez a bizonyos Artemis. Na most az első holdi város az Apollo 11 landolási helyszínen mellé települt. 1-2-10 kilométerre. Ezt lehet, hogy meg is tudom mutatni, mert itt rögtön azzal kezdi a könyv, mint ahogy a becsületes Artemis, vagy a becsületes Andy Weir könyvek szokták, hogy térképek vannak róla, hogy el tudja az kicsit ember képzelni. Kicsit mutasd följebb. Itt így jó lesz? Nagyon jó, oké, köszi. A térképek vannak róla, hogy akkor ténylegesen mit merre talál az ember, és hogy nagyságrendileg hogyan képzeljük el a dolgot. Ez már csak azért is van egyébként, mert Andy Weir, ő maga valamilyen mérnök programozó világból érkezik, és tulajdonképpen ez az, amitől a regényei olyan tudományos értékűek is, hogy érdemes a vágy szeműeknek is olvasni. Mert ténylegesen a mérnöki tudományos részletek benne azok a lehető legpontosabbak, amiket csak el tud képzelni az ember manapság. Én ezeket a sci-fi regényeket és történeteket szeretem. Itt lehetne utalni ugye még James A. Corey-nak az X-Pence sorozatára, akár film, akár ugye a könyvsorozat, az is amit a polcon, azért néztek oda hátra. Így van, szóval ide be lehet tenni majd egy linket a korábbi adásra. És igen, szóval ez az Artemis, ez az Apollo 11 landolási helyszínénél történt. Na most nem tudom ki az, aki tudja ezt, de ez valahol, ugye ott a nyugalom tengerén valahol ott. Följebb a képet? Valahol ott van. Ehhez képest a város itt világít a túloldalon, a sötétben. Uh-huh. Itt. Igen. Ez már önmag, tehát a helyét nem találták el a magyar borítón. A másik pedig, hogyha megnézi az ember, itt van a térképe ennek a város rendszernek, ezek ilyen kupola búrákban lévő dolgok. Na hát ott aztán kívül semmi nem fog világítani, úgyhogy bizonyosan nem fog
egyrészt nem ekkora az a város, hanem csak néhány kilométer, ami körülbelül egy pixelnek, ha látszik, akkor lehet, hogy sokat mondok, de mondjuk legyen 2-3 pixel, de minden esetre nem egy ilyen félholdat beterítő gigavárosról beszélünk. Nagyon, nagyon artisztikus egyébként, tehát ránézésre látványilag nagyon tetszik, csak magához a történethez képest nem akkurátus. Úgyhogy ennyi a könyvborítóval való hát nézeteltérésem. Oké, köszönjük szépen. Úgy látszik, akkor a magyarok nem csak filmcímet nem tudnak adni, hanem könyvborítót sem feltétlenül tudnak tervezni, hogyha éppen tudományos dologról van szó, igen. És ha már itt tartunk, akkor ugye ez pont például annak a hiánya lehet, hogy nincsen tudománykommunikátor elég Magyarországon, aki összekötni a természettudományos gondolkozást, ugye a bölcsész irodalmi jellegű gondolkozással. És akkor például ténylegesen egy műalkotás is lehet hiteles, meg ténylegesen valósághoz precízen igazodó. Hát, és nem, nem venne el, tehát nekem nem vett volna el az értékből az se, hogyha itt van az a bizonyos fénypontocska, és egy picikét kisebb. És azt még úgy meg lehet magyarázni, igen, a búrák külsejére is miért ne legyenek mondjuk fényjelző jeladók, mit tudom én, akármi. Nem szükséges, meg minek, de mégis. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Na jó, akkor beszéljünk magáról a regényről, illetve kössük össze a regényt, a regénynek a cselekményét magával az Artemis, tehát a NASA-nak az Artemis programjával. Húha, ezzel egy nehéz feladatot adsz, mert itt nem is tudom, mennyi időt kéne összekötni. Ugye az első holdi város az azért már jócskán a jövőben játszódik, és hogy most kénytelen vagyok a Wikire hagyatkozni, aki majd megmondja nekünk, hogy pontosan... Vagy nem. Vagy nem. Vagy nem, de az biztos, hogy nem közvetlenül, nem úgy, mint a marsi, az nagyjából be lehetett lőni, hogy a 2030-as évek derekán játszódik a történet. Ez annál egy kicsit távolabbi, hogy pontosan mennyire távolabbi, azt nem tudom, lehet, hogy még éppen a mi életünk vége, de lehet, hogy azon túlmutat. Tehát, hogy a jelenlegi Artemis programmal hogyan kapcsolódik, hát valószínűleg úgy, hogy nyilvánvalóan ezek az első Apollo és Artemis landolások azok, amelyeknek a helyszínére majd, hát illetve nem is biztos, hogy oda fogunk várost építeni. Itt maga a város a könyvben, az konkrétan egy turisztikai célpont, tehát kifejezetten ezzel a célzattal született meg maga a város, hogy az emberek elmenjenek, és kielvezhessék a holdi gravitáció örömeit, hogy nagyokat lehet ugrálni, és a többi, és a többi. Hogy mondjuk a sugárzást azt meg pont nem, mert a holdon ugye légkör, meg mágneses tér masszívabb hiányában, ugye ezek mind-mind olyan tényezők, amik a sugárzást tudnák csökkenteni. Hát ott bizony, egyébként maga a város is a regényben többé-kevésbé a föld alá épül, és csak a teteje a városnak, illetve a különböző ilyen búráknak az az, ami kilátszik a föld fölé. Úgyhogy igen, erre is figyelt a regényíró. Igen, ugye itt már jelenleg is vannak ilyen koncepciók, hogyha mondjuk a holdat meg akarjuk hódítani, akkor mondjuk az első bázisokat például láva csatornákban, tehát láva által kivált barlangokban kell ugye létrehozni, vagy kellene, mert hogy ugye az már valamennyire akár a sugárzástól, stb. Ugye megvéd. Úgyhogy hát ugye nyilván persze Andy Weir az ugye tudjuk, hogy ő mindig mindennek utána néz. Mi az, hogy? Még bőven tudnám sorolni, hogy itt hány dolognak nézett utána. Egy nagyon érdekes volt, ugye egy nagy különbség az első regényéhez képest. Ugye ott ő eleve úgy kezdte el, hogy egy blog formájában kezdte posztolgatni a fejezeteket. Hát ezt a regényt már előre berendelték tőle, tehát itt aztán nem volt ilyen, hogy a köztudatnak kitette volna, hogy na akkor nézzétek meg és mondjátok el, hogy szerintetek mi ebbe a rossz, hanem itt ténylegesen egy ilyen belső körnek a szakmai tudására kellett támaszkodni. De ettől függetlenül szerintem nagyon jó lett. És még így is a harmadik a három regényes sorozatban. Tehát, hogy ez habár az én kedvencem, de szerintem sem ez a legjobb regénye Andy Weirnek. Miért?
Ez leginkább abból ered szerintem, hogy Andy Weir ilyen nagyon idealisztikus figura, és nagyon szeret ilyen végtelenül pozitív gondolkozni, hogy majd aztán végül mindenki együttműködik, és majd mindenki jobb belátásra tér, és belátja, hogy egy teljes emberiség szinten kell gondolkozni, és ezek olyan utopisztikus gondolatok, amik rendkívül melengetik az ember szívét, és a másik két regényében egyébként erre igen masszívan támaszkodik. Viszont az Artemisben kifejezetten nem ezt látjuk megcsillanni, hanem egy egészen más arcát, és nekem pont ez a fajta realisztikusság az, ami tehát a társadalmi szinten való realisztikussága is nagyon tetszik ennek a könyvnek. Elmondjam gyorsan a történetnek így az igen, első... Igen, akartam is kérni, hogy nyugodtan, tehát ez itt egy olyan podcast, ahol keményen spoilerezzük a regényt. Jó, úgyhogy igyekszem majd a végső poént nem lelőni, de tehát ugye jó, az egész regény... talán azt nem kéne, igen. Az egész regény az arról szól, hogy van egy Jasmine Basra nevű, talán szaúd-arábiai származású fiatal hölgy, aki tulajdonképpen majdnem a teljes életét a Holdon élte le, még az édesapja vitte oda, akikkel ilyen hegesztő cégük volt, és akkor ebből ő menet közben kihátrált, egy kicsit elhidegültek az apjával, és aztán utána olyan saját utakon szállítmányozó feladatokat lát el, nagyon szeretne ugye EVA specialista lenni, ugye ez az EVA az extravehicular activity, tehát ugye az ténylegesen a szkafanderes műveleteket jelenti, és pont ezek a szkafanderes emberek azok, akik vezethetnek mondjuk turistákat az Apollo 11 leszálló környezetében. Mert bocsánat, hogy ez extra vehicular, ez a most a pontos fordítás, ez a járművön kívüli tevékenység. Igen, lenne. De mégis, igen, és hát ebben az esetben is ezt használják, mert alapvetően nem, jellemzően nem épületekből mennek ki ruhában, hanem vannak járműveik is, amikből kiszállhatnak ruhában, tehát, de itt már kifejezetten ilyen nagyobb autókat, rovereket, monstrumokat használnak ahhoz, hogy A-ból B-be eljussanak, meg ugye itt a térképen talán lehetett látni, van vonat is, meg hát ez egy egészen szépen kialakított kis komplexum. És akkor, amikor ezen kívül vannak, ezt ilyen hagyományból EVA-ként hivatkozza a könyv, meg azért is, mert többé-kevésbé azért még mindig igaz. És ő nagyon szeretne ilyen specialistává válni, mert azok, akik turistákat tudnak körbevinni, és az, amivel igazán sokat lehet keresni. De milyen pénz nem benne? Ez is egy nagyon izgalmas pont. Ugye maga a Artemis a kenyai űrügynökség irányításával, vezetésével lett alapítva. A kenyai űrügynökség. Nem tudom, ki hallott róla. Valószínűleg senki, mert ez nem is tudom, hogy létezik-e egyáltalán. Ez talán egy ilyen technikai gyenge pontja a történetnek, hogy az a mondás, hogy mivel ugye a kenyai űrügynökség ott az egyenlítő környékéről nagyon olcsón tudott ajánlani űrhajóindítást, ezzel tudta a maga kis monopóliumát megszerezni ahhoz, hogy a Holdon várost építsen, de alapvetően ezt azért jó néhány más nemzet is, és nagyobb nemzet is meg tudná tenni, olyanok, akiknek mindenféle gyarmata meg kitelepülései vannak egyenlítő környékén, mint ahogy ez már történik is többé-kevésbé. Szóval ez rész a történetnek egy kicsit sánti, de önmagában meg egy nagyon érdekes szint visz bele a dologba, hogy ténylegesen mondjuk az űrtevékenység, hogyha talál valaki valamilyen olyan fogóckodót, amivel valami teljesen újat vihet be, és egy új szolgáltatást nyújthat, akkor ténylegesen az űrtevékenységben ilyen nagyon picike valakik is hirtelen iszonyú nagyra tudnak nőni. Gondoljunk csak ugye Elon Muskra meg arra, hogy 2003-ban alapított egy SpaceX-et, amit akkor még így mindenki azt mondta, hogy ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, és hogy ma mekkora szereplő és mennyi pénzt tud belőle csinálni magának, meg a cégnek, meg egyáltalán önmagában. Tehát, hogy értéket teremt. Szóval így indul az egész, hogy ezt így elkezdjük átlátni ezt a rendszert, és a maga kis szállítmányozási feladatai mellett ő be is csempész Artemisra olyan dolgokat, amiket igazából nem szabad, de ebből szerez egy kis extra jövedelmet, hogy korábbi adósságait fedezze meg a jövőjét megpróbálja építgetni, és a történet az valami olyasmi ponton kezd kibontakozni, hogy egy üzleti vállalkozó keresi meg egy lehetőséggel, hogy neki szabotálnia kéne a kohót, mert ugye van egy kohó, ahol alumíniumot állítanak elő, de az alumínium előállítása közben egészen konkrétan oxigén is jön létre.
És ilyen nagyon érdekes Bartel megállapodások születnek Artemisen, mint például, hogy a város az monopól helyzetbe hozza a, ha jól emlékszem, brazil illetőségű kohót, amiről később kiderül, hogy a maffia irányítása alatt áll többé-kevésbé. Miért ne? És cserébe, hogy végtelen mennyiségű energiát kap a várostól a kohó viszont kb. Végtelen mennyiségű oxigénnel látja el a várost, amire ugye szüksége van. Viszont ez az üzletember fölhalmozott egy adag tartalék oxigént, és neki az az elképzelése, hogy, hát ő átvenni a hatalmat ettől a cégtől, mert neki nagyobb távú tervei vannak. Bocsánat, félbeszakítalak, muszáj megkérdezni. Nyugodtan. Ez üzletember, mint ahogy kimondjuk, vagy üzletember, tehát ő is valami mafiózó csávó, vagy csak simán üzletember? Inkább a simán üzletember, mert ez nem feltétlenül derül ki, tehát hogy kinek pontosan mik az indítatásai. Hát meg bizonyos ponton túl minden üzletembernek értenie kell egy kicsit a politikához, és ha már az ember ért a politikához, onnantól kezdve a mafiózás már nem áll messze tőlünk. Szóval nehéz meghúzni a határokat, de leginkább inkább egy rendesebb, becsületesebb üzletember, aki meglátott egy jó lehetőséget, mert hogy nem is tudom, hogy pontosan honnan, de a kezébe kerül egy mintaanyag, egy úgynevezett zafú kábel. Ez nagyon sokáig nem derül ki, hogy mi a túró is ez a zafú. És aztán végül kiderül, hogy ez egy olyan kábel darab, minta példány, amit hogyha valami rendes, becsületes mérnök ember így a maga kis kémcsőjébe tesz, vagy mikroszkópja alá, nyilván itt egy elektronikai eszközről van szó, tehát nem így méri, de alapvetően, hogyha megvizsgálja, akkor kiderül, hogy ez egy olyan vezeték, aminek tulajdonképpen zéró a vesztés. Tehát olyan optikai kábelről beszélünk, aminek a zajszintje az effektíve és gyakorlatilag nulla. És ezt csak és kizárólag a holdi mikrogravitációban lehet előállítani, és erre kéne neki a gyár, mert ott ezt nagyon jól lehetne nagy üzembe csinálni. És éppen ezért szeretnék igolyózni a később kiderülő maffia gyárat a helyéről, mert hogy az neki egy ideális helyszín lenne, fölhalmozott egy adag oxigén, tehát hogyha véletlenül a gyár az leáll egy időre, akkor is bőven van idő újraépíteni és helyreállítani, mert hogy neki ott a tartalék, és a város ettől függetlenül meg lesz. És nagyon érdekes, mert ugye még ennek is utána nézett Andy Weir, de ennek most nekem is utána kell néznem, mert ez nem lesz itt szembe, de egy olyan anyagban nagyon gazdag a hold felszíne, ami ilyen alumínium oxidos, valamilyen ásvány. És tulajdonképpen ez az ásvány az, amit ott nagyon egyszerűen lehet ilyen kisebb holdjárókkal bányászni a felszínről. Tehát kb. Szinte felveszi az ember a követ a felszínről, beviszi a kóhóba, és ott szépen kiolvad belőle az alumínium, és mellette ugye oxigén termelődik. És ez tényleg egy valódi kémiai folyamat, ami létezik, tehát ez elvben működhet is. Úgyhogy még ennek is nagyon alaposan utána jár. És hát itt ennek a gyárnak a területén szeretné végrehajtani ezt a valamit, amit aztán nyilván vissza lehetne vinni a földre, és olyan optikai kábelekkel aztán meg ténylegesen egy hatalmasat lehetne ugrani fejlődésben. És hát az a terv, hogy itt akkor legyen egy ilyen óriási biznisz, egy üzlet, hogy akkor valami teljesen újjal áll elő. Na és akkor ugye a történet e körül szövődik jobbra-balra, mert hogy ugye a főhősünket, ezt a bizonyos csempészlányt, 20 éves csempészlányt kéri meg arra, hogy szabotálja a 4 darab begyűjtőt, ami ezeket a kőzeteket összegyűjti a gyárnak. És egészen jól áll vele, egészen addig, amíg a szabotás akciói közben, ez is iszonyatos részletességgel le van írva, hogy hogyan lehet egyáltalán bárhogyan is robbantani, például ugye ott kinn a hold felszínen, ahol amúgy nincs légkör, tehát ott az úgy nagyon nem fog működni. És akkor hogyan lehet robbantani, mert ugye ez mégiscsak egy tudományos megközelítés? Hát én sem emlékszem már pontosan a megoldásra, de ott különböző kémiai eljárásokkal megoldja azt, hogy ténylegesen ott a légmentes környezetben maga ez az eszköz, az ténylegesen tropára menjen teljesen. Ő is egyébként megsérül benne egy kicsikét, de sikeresen elkerüli a végzetességet, viszont az utolsó ilyen begyűjtő eszköz az konkrétan meglátja, és valahogy vissza kell jutni a holdi városba, aztán utána
lelepleződik pár ember előtt, akkor azokkal össze kell állnia, aztán közben jön egy kis merénylet, mert hogy ugye elküldött ez a bizonyos brazil mafia szervezet, elküldött egy merénylőt tulajdonképpen Artemisre, hogy na akkor intézz el, hogy ez akkor így most így megszűnjön ez a fenyegetettség. És akkor ugye például a megbízóját megölik menet közben, és akkor utána kezdenek kibontakozni a történetek. Nem akarom lelőni az összes poént, igazából ez már önmagában szerintem lehet, hogy a könyv felén túlmutat, úgyhogy már így is szerintem sokat spoilereztem. A lényeg az, hogy nagyon sok menés van benne, tehát ténylegesen nem csak mint a... Hát mondjuk az is igaz, hogy a Marsiba is volt menés éppen elég, de hogy ténylegesen nagyon sok akció van benne, sokkal, de sokkal akciódúsabb, ami személy szerint nekem nagyon tetszett a könyvben, hogy iszonyatosan Andy Weirhez képest iszonyatosan sok benne a karakterinterakció, tehát nagyon sok párbeszéd van. Ezeknek a párbeszédeknek a minősége ez hagy hátra némi kívánnivalót, mert Andy Weir nem a társas kapcsolatok jóféle megéléséről hír, de nem ezt tudja a legjobban megírni, de egyébként szerintem abszolút megugrotta azt a szintet, ami tök olvasmányossá teszi és szórakoztatóvá. Nagyon jó egysoros bemondások vannak, amik kifejezetten mulatságossá teszik. A nagyobb bívi párbeszédek azok, amikben egy kicsit gyenge, de nem is vállal belőle túl sokat, úgyhogy inkább az akcióra van helyezve. És akkor közben megnézhetjük, hogy milyen vállalatok vannak, hogy különböző nemzetek hogyan jutnak el a Holdra, de tulajdonképpen azt látjuk, hogy a különböző nemzetek specialitásaival jutnak el, és akkor a családjukat is magukkal vihetik az egy-egy specialisták, akik kiválasztásra kerülnek. Így került ugye a főhősünk is az apja révén 6 évesen még a Holdra. Akkor van a kanadai biztonsági főnök, aki egy sokkal szigorúbb mogorvább alaknak van beállítva, mint ugye, amit az ember elsőre egy kanadairól elképzelne a sztereotípiák alapján, és hogy tulajdonképpen így mindenki is fél tőle. De alapvetően az egyetlen igazi fegyver a kezében, az viszont egy elég erős, az a deportálás, Artemisről való deportálás, mert ugye aki hosszabb időt tölt el Artemison, annak ugye a szervezete többé-kevésbé leépül a kisebb gravitáció révén, nincs az nem kell akkora súlyt megtartania ugye a Holdon az emberi testnek, tehát ugye hogy leépülnek az izmok, meg a csontozat, tehát ott azért vannak olyan következmények, ami hogyha deportálják az embert vissza a Földre, akkor az ténylegesen egy folyamatos fájdalommal járó büntetés, amit nyilván senki nem szeretne. Hát ez a bizonyos jazznek becézett főhősnőnk, ő ezzel játszik folyamatosan, ez a tűz, amit folyamatosan kerülget, meg közben néha meg akarják ölni. Szóval abszolút olvastatja magát, és szerintem sokkal, de sokkal mozgalmasabb, mint a másik két regény. Ennek nyilván megvannak a maga árai, de szerintem ez sokkal, de sokkal realisztikusabbá teszi az egészet. És akkor ezen a ponton még érdemes a realisztikusságban azt is behozni, hogy van saját pénzneme Artemisnek, ami pedig a slag. A slag az egészen... csak a slag az nekem a kerti lopsolok. Igen, nekem is, és az ember ugye elsőre úgy meglepődik, amikor ezt olvassa. És hát tulajdonképpen ez a slag valahogy kijön a... Na, ezt most be kell írnom, de közben azért elmondom, hogy ez pontosan micsoda. A slag az tulajdonképpen úgy jön ki, hogy az űrbe juttat, az 1 gram hasznos teher űrbe juttatási költsége az a slag, és ez valahogy így kijön a valami rövidítésből is, hogy slag. De nyilván most nem fogja nekem azért se kiadni az internet, mert most élőben vagyunk. Úgyhogy nyilván, de igen, tehát ugye a... Nem baj, majd a kedves nézők rákeresnek. Igen, tessék bátran rákeresni, van egy Artemis Wiki fandom oldal, ahol az összes ilyen megvan, csak ez annyira kiterjedt, tehát itt konkrétan az Artemis City az ilyen buborékokként, tehát egy-egy képződményenként ki van fejtve, és ezekben így 4-5 különböző cégnek a különböző dolgai le vannak írva részletesen. Hát ember legyen a talpán, aki ezt mind végigolvassa, mert egyébként ez még egy kicsit talán tovább is mutat, mint amit a könyv effektíve leír. Egyébként maga a szerző is úgy nyilatkozott róla, hogy nagyon szívesen írna még különböző sztorikat az Artemis-i városhoz, és nem csak ezt az egyet. Mert például szerintem ez egy nagyon jól működő rendszer, hogy konkrétan van egy saját fizetőeszköze Artemisnek, mert végülis tényleg milyen pénzt használjon, hát ott az érték az az érték, hogy
a hasznos teher, amit oda fölvisznek, és ennek a gram ára az, az, amit kifejezett az ember, és akkor tulajdonképpen ez az, amit a kenyai űrügynökséghez vissza lehet forgatni, és ott át lehet váltani földi pénznembe. Tehát valahogy így működik ez a, ez a holdi ekonómia, a gazdaság. Értem. És na most akkor még egy kérdést feltennék neked, hogy te így mit gondolsz most, hogyha ha teszem azt, a NASA-nak ez az Artemis küldetése sikeres lesz, és visszamegyünk a Holdra. Lehetségesnek látod azt, hogy mondjuk még a mi életünkben valami, akár egy állandóan működő bázisot létrejöjjön? Ezt igen. A mi életünkben létrejövő bázis, tehát mondjuk nevezzük úgy a mi életünket, hogy a 21. század végéig. Ez egy fixebb dolog, mert attól függően, hogy ki milyen korban tekinti meg majd ezt a podcastet, az egészen változatos lehet, de én azt mondom, hogy a 21. század végéig, ha csak nem csinálnak valami nagyon nagy hülyeséget itt a Földön, akkor ezt én szinte garantáltnak látom, hogy a fejlődés előbb-utóbb eljut odáig, hogy lesz ott egy nem tudom, néhány kupolából álló kis sátor. Nem ilyen több száz méteres átmérőjű kupolák, mint ugye a regényben, hanem leginkább csak ilyen kisebb 10-20 méteresek, vagy még annál is kisebbek, de egy ténylegesen állandó lakhatásra szolgáló valamiféle lakóegység, az szinte biztos, hogy addigra kiépítésre kerül. Az már megint egy nagyon jó kérdés, hogy ki által? Hogy ez egy amerikai és nemzetközi koprodukció legyen. Amerika nagyon szeret egyébként együttműködni azzal, akivel nincsen problémája. Kinek nincs, kivel nincsen Amerikának problémája? Ironikus kérdés. Ez egy nagyon jó meglátás egyébként, de tehát, hogy aki nem közvetlenül köp bele a levesébe, fogalmazzunk így, hogy próbáljunk meg lehetőleg PC-bek maradni. De igen, szóval ugye amerikai űrügynökség és az európai űrügynökség az nagyon szorosan együttműködik már sok évtizede a különböző programokban. Egy ideig ugye a Roscosmos-szal is nagyon aktívan együtt közreműködött. Voltak ugye a kínaiak, akik egy ideig mehettek a nemzetközi űrállomásra. Az, hogy ők miért nem mehetnek, és ők miért inkább saját űrállomást csinálnak. Ez egy nagyon izgalmas politikai kérdés, amire a legtöbben csak így tippelgetni tudnak, és nem tudni semmit igazából a tényleges okokról, mármint, hogy valószínűleg lehet tudni, csak én nem tudok, meg ugye az átlag ember valószínűleg nem tud a konkrét okokról. Hát nyilvánvalóan itt ilyen ipari kémkedések, meg akármik lehetnek a háttérben. Mindenesetre a kínaiaknak most már van ugye egy saját űrállomása. Az űrturizmus is nagyon föllendülőben van, most itt a 2020-as évek elején elkezdett a valósággá válni, a tényleges hétköznapi bőrünkön tapasztalható valósággá válni. Szerintem a hallgatóságnak nem kell nagyon emlegetnem a William Shatner által megtett első űrturista utat. Egyébként, ha jól tudom, talán pont most tegnap jöttem haza, felvételhez képest tegnap jöttem haza a 73. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusról, és ott nem is tudom, valaki mesélte nekem, már nem emlékszem, hogy kicsit, de mesélte nekem, hogy valójában nem is William Shatner lett volna az első jelölt, hanem valaki más, szintén science fictionből, de nem ugrik be, hogy kicsoda. Minden esetre az biztos, hogy ennek van ugye egy ilyen popkulturális üzenete is, hogy akkor most tényleg valaki olyat viszünk föl, aki nagyon bosszant, hogy nem jut eszembe, pedig tudom, hogy valami klasszikus sci-fi filmnek a főhőse van. Ja, megvan, Tom Hanks lett volna, mert hogy az Apollo 13-ban ő a Holdra ment. Azt hiszem, őt keresték meg, de ő azt mondta, hogy köszönöm, nem. Visszautasítani? Hát, én szoktam kérdezgetni a különböző ilyen, hogy a Bakonybélben szoktam nagyon sokat bemutatni az ottani Pannon csillagdában, és ott ugye külön van űrkutatásról, űrtevékenységről szóló kiállítási szint, és ott a tárlatvezetéseken én meg szoktam kérdezni, hogy ki szeretne menni, és hát azért az nem egy 100%-os arány, egy olyan becsületes 60-80% között szokott szórni, de azért van egy masszív 20-40%, akinek még ez messze nem annyira kiforrott technológia, hogy ő erre rábízza az életét. De lehet, hogy csak Tom Hanks azért nem akart menni, mert ő is tudja saját magáról, hogy Tom Hanks-el nem utazunk. Ugye van egy ilyen mém, hiszen ugye gyakorlatilag az összes filmjében ő utazik, vagy utazásban vesz részt, és megszívja. Tehát nagyjából Tom Hanks-nél meg 90%. Teljesen jogos. Valószínűleg én pont ezért
Matt Damonnal sem mennék, mert akkor meg kéne menteni. Valahonnan, valamitől. Mindig meg kell menteni, úgy van. De ilyen. Szóval, hogy ténylegesen az űrturizmus, az, hogy visszatérjek az eredeti témára, az űrturizmus az ma már ténylegesen egy valóság, nem egy olcsó munka, de a valóság, mint ahogy annak idején a 20. század elején kezdtünk el repülni. És az is olyan volt, hogy úristen, az ember nem erre termet, hát micsoda úri mulatság ez, meg úristen, hogy képzelik, meg mekkora kockázat, és ma minden további nélkül ülünk föl a repülőjáratokra, hogy beutazzuk a világot. Tehát én ezzel is úgy vagyok, hogy valószínűleg az évszázad végére, következő évszázad elejére, ha tartjuk ezt a technológiai fejlődést, akkor valószínűleg ez is majd egy ilyen kvázi hétköznapivá váló dolog lesz, hogy az ember mondjuk a 22. század elején mondhatja nyugodtan azt, hogy már pedig ő a Holdra szeretne menni NASA útra. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy én már nagyon várom azt a kort, amikor több űrhajósunk lesz, több olyan ember lesz, aki kijutott a világűrbe, 100 km Kármán vonal fölé, mint ahányan Nobel-díjat kaptak. Ebbe én nagyon sokáig nem gondoltam bele, aztán egyszer szembe jöttek a számok, és igen, most jelenleg valahol olyan nagyjából 700 astro-kozmo tajkanautánál járunk, hogy minden nemzetiségnek az űrhajósait lefedjük. Viszont ugye Nobel-díjából meg talán körülbelül valahogy 1000-nél járunk. Ez nem olyan nehéz egyébként megfordítani ezt az arányt, de azért úgy iparkodni kéne. És viszont szerintem azt látom, hogy ezek a tevékenységek, hogyha ténylegesen mondjuk egy űrt megkarcoló ilyen épp hogy csak nem szuborbitális repüléssel a Kármán vonal fölé kerülő űrturistát űrhajósnak nevezünk, akkor ezt azért valószínűleg egy-két évtizeden belül szerintem meg fogjuk ugrani. Hát én is nagyon remélem, hogy így lesz, meg akkor remélem, hogy megéljük azért ezt a Holdnak a komolyabb meghódítását. Én egy kicsit még a Marsnak a meghódításában is reménykedem, már legalábbis az emberes meghódításában. Én is. Hogy ezt megérem, de erről majd akkor fogunk beszélni, hogyha egyszer valamikor valakivel majd a szintén Andy Weir által írt Marsi című regényt, és akkor nem mondjuk a magyar címét, fogjuk egyszer kibeszélni. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. A nézőknek még egyszer elmondom, hogy a vendégünk volt Ordasi András, Sky Entist csillagász, én pedig Ivanics Rigel Claudia voltam. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.